Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 1990-ben hívták életre azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal versenyzőknek az olimpiai játékok eszmélyiségének és szervezési rendjének megismerésére. A jövő héten Győrben 7 sportágban atlétika, kézilabda, torna, cselgáncs, kosárlabda, kajakkenő, röplabda és úszás mérik össze tudásukat a 15-17 év közötti sportolók. A 152 versenyzőt számláló magyar csapatban ott lesz az évet egy lábtöréssel indít nyíregyházi úszó, Hatházi Dóra is, aki már az utolsó gyorsaságfejlesztő edzésekkel hangol az EIOF-ra a sóstói 50-es medencében. 8 hetet kihagyott a sérülés miatt, lassabban kezdtük el a munkát, kezdi magát utolérni. A vas még mindig a lábában, és az EIOF után fogják kioperálni belőle. Jelenleg meg a fülével panaszkodik egy kicsit, de remélem, hogy ezen hamar átesünk. Hatházi Dóra 100 méter pillangón, a 4x100-as vegyesváltóban és a két fiúból, illetve két lányból álló úgynevezett mixváltóban állhat rajthoz. A tavasszal az országban az év sportiskolás úszójának megválasztott ifjú hölgy bízik abban, hogy a kihagyás ellenére is jól szerepel majd az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Nekem nagyon sok idő kimaradt a lábtörése miatt, és azok az edzések kimaradtak, amikor az állóképességet fejlesztettük volna, de jó úton haladok, hogy jól sikerüljön ez a verseny. Néztük ugye az európai ranglistát, és jelenleg a 12. időm van, de a tavalyi időmmel a 3. időm lenne, szóval remélem, hogy azt meg tudom úszni, és a döntőben minél jobb helyezést tudok elérni. A 16 versenyzőt számláló magyar úszócsapat vezetője a nyíregyházi tréner Gyula Sándor, aki több éremre is számít az EIOF-on. 8 fiút és 8 lányt lehet nevezni, tehát 16 fős a csapat, mellette természetesen az edzők. A magyar utánpótlás az mindig jó szerepel. Előre nem tudok jósolni, de én valószínűleg tartom, hogy több éremmel fogunk hazatérni. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált vasárnap nyitják meg Győrben. Hatházi Dóra a váltókban kedden és szerdán, 100 pillangón pedig csütörtökön áll majd rajtkőre.